Kassa Tamás, lezárás specialista, és Németh Gergő, hogy kell mondani pontosan, mindig elmondani, azt akarom mondani, hogy drogmentes. Drogmentes világért alapítványnak a magyarországi vezetője vagyok. Így van, és Sors Zoltántól vette át ezt az evezőt, mert Sors Zoltán fogta magát, és ahogy Gergő megjelent, és átvette tőle az evezőt, akkor gyorsan kiugrott a csónakból. Ezt nagyon szépen felvezetted. Remélem, ő is hallotta ezt. Szóval a lényeg az, hogy te voltál az egyetlen egy ember, aki képes volt arra, hogy átvegye egész Európa legnagyobb drogellenes rendezvény sorozatának a szervezését. Ez mondjuk igaz. És igazából, amit még el tudunk mondani, hogy annyira kiképzett a Sors Zoltán, hogy jobban is csinálod, mint ahogy ő csinálta. Szerintem erről nem lehetne igazán nagyon-nagyon egyértelmű véleményt alkotni. Azt gondolom, hogy mind a két időszaknak megvoltak a maga sajátságai. Csomó olyan dologot csináltak, olyan fantasztikus dolgokat, amiket mi például nem ismételtünk utánuk. Viszont mi szintén csináltunk egy csomó olyan dolgot, amit pedig lehet, hogy előtte nem lehetett volna megvalósítani, úgyhogy... Persze, ez csak most így a sósúr kedvéért, hát ha nézi a videóimat. Nyilván, de nekem egy fokkal azért illik diplomatikusabbnak lenne, majd hogyha kikapcsolod akkor. Oké. Okay. Szóval az apropó miatt arra gondoltam, hogy vezetek egyet, és közben beszélünk, az az, hogy júniusban lesz a drogmentes világnap, méghozzá 26-án, és aki nem jön az 5 perces lezárás kétnapos tréningre, az igazából elismerhetne, mert egyrészt díjtalan lesz, ott lesz, ahol indultunk a Váci út 169-ben, a 4. emeleti nagyon jó légkondicionált tárgyalóba, és az apropója az lesz, hogy szülőknek lesz. Tehát, hogy szülőként hogyan beszélünk a gyerekemmel a drogokról, és én azt gondoltam, hogy Gergő néhány olyan nagyon fontos információt átadott, ami érdekes lehet másoknak is, egyszerűen azért, mert én szülőként megtapasztaltam ezt, és nagyon-nagyon nehéz bármit is tenni azzal kapcsolatban szülőként, hogy kiüssük a gyerek fejéből azt, hogy a srácok az iskolában mennyivel fontosabbak. Ez így lehet mondani? Tehát, hogy mindegy, hogy a szülő otthon milyen példát mutatott, a baráti társaságtól függ a dolog. Ez így van, de ugye nagyban hozzájárul, hogy az ideje nagy részét valójában a gyerek nem otthon tölti a szüleivel. Tehát amennyi idő jut, nagyjából annyi hatása is van a szülőknek jó esetben. Aha, így van. Szóval van néhány új dolog, ami máshogy alakult, vagy máshogy működik, biciklis nem ütünk el. Neki mutattam, hogy mehet. Ez egy új dolog? Igen, ez egy új meg. Régebben 50 pont volt, de... Szóval van ilyen új dolog a drogfogyasztással kapcsolatban, vagy a... Tájékoztatással szerint több helyen is dolgoznak az... Csak mindig így bemondja, hogy éppen mi újság. Azt mondja, azt akartam benyomni, hogy menjen a levegő, ott a hideg, mert így melegszik, és akkor ki fog kapcsolni. Oh. Nem bírja a kamera a meleget, és itt ennél az autónál nincsen közvetlenül a hideg befúvó alatt. Szóval régen... A papák, ez az első egyik téma, régen a papák csinálták otthon a pálinkát falun. Igen. Tehát nekem is van olyan ismerős feleségem részéről rokon, hogy szegényt egy jó nagy összegre megbüntették a vám és pénzügyőrök, aztán következő évben legális lett otthon pálinkát főzni. Igen. Na most viszont a mamák kocsvasztják a legális drogot. Na ez mi? Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy ugye sokan úgy képzelik el a filmek alapján a magyar rock helyzetet, hogy bizonyára van néhány kemény gangster figura, akik az egésznek a központjában állnak, és mint a mafiózó filmekben ők osztják ki a drogot, és nagyjából ebből áll az egész. De gyakorlatban ennél sokkal, sokkal egyszerűbb, olyan szintre le lett butítva a drog, mint ipar, mint terület, hogy ma már tényleg adj hozzá vizet és készen van alapon, otthon is elkészítik, tehát nem droglaborokat kell elképzelni, hanem nem hogy városokban, falvakban azzal találkoztunk az elmúlt néhány hét során csak, hogy mert ugye helyileg, most fejeződött be az egy hónapos így van, volt maratonatól. A drogmentes maratonunk, ugye? 17. most már. 17. És igen, az már
gombócból is sok. És a helyzet az, hogy nagyon sokszor abba futottunk bele, hogy mivel mi távolról jött emberek vagyunk, nekünk sokkal könnyebben megnyílnak a fiatalok, a tanárok, a rendőrökkel nagyon jókat beszélgettünk, és a rendőröktől is az jött vissza, hogy a leginkább az bosszantja őket, hogy bizony, akárhogy is, de legálisan tudnak drogokat készíteni még a falvakban is. Tehát nem droglaborokat kell elképzelni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy a mama fogja a kondérbe, és amit a már nagykorú unokája kér tőle, hogy mi mindent rakjon bele, legyen az benzin, patkányméreg, vagy különböző egyéb szerek, vegyszerek, mérgek. Higító. Azokat tegye bele, van, hogy még esetleg Ázsiából rendelnek különböző egyéb adalékanyagokat, de csupa olyan dolgot, amit akárhogy is, de legálisan be lehet szerezni. És még a rendőr is tehetetlen sok esetben, mert most miért bünteti meg, mert levest főz a patkányméregből, tehát sajnos ezért nem tudja elkapni. És ez a legnagyobb probléma, hogy a gyerekek pedig 200-300 forintért meg tudják venni utána már. És ami régen az energiaital volt, az most már sok esetben ezek az új szintetikus drogok. Mennyibe kerül egy ilyen szintetikus drogból készített bármi? Nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy még korábban a gyerek, hogyha akart valamit, akkor jobb esetben alkoholt, rosszabb esetben ugye marihuánát vett magának. Nagyságrendileg nyilván változhat az ár, de mondjuk marihuánás cigiért, kettőért van 4-5 ezer forintot, aki kifizet. Viszont akárhogy is, de itt jön be az, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni, legalábbis nem sok olyan iskolás van, akinek 4-5 ezer a napi fizetése, vagy a, hogy hívják ezt, a zseppénze. Viszont ezekkel az új szintetikus szerekkel, ezekkel a designer drogokkal 200-300 forintért be tud vásárolni, tehát még csak nem is kell lopni a szülőtől. Tehát, csak hogy értsem, patkármérget szív? Beveszi, igen. Tehát tablettaként, vagy kristályosítva meg tudják csinálni. Vagy eladják a gyereknek marihuánaként, azt mondják neki, hogy ez marihuána, de közben pedig csak valami szárított levelet teljesen beáztatnak valamilyen kotyvalékba, amit ugye a mama készített. Mondjuk töltlevelet, vagy mit? Töltlevél, de még egy csomó minden lehet. Fű. Igen, és utána fogják, kiszárítják, azt rakják utána szépen a papírba, és azt mondják a gyereknek, hogy ez volt a marihuána, csak esetleg olyan hatásai vannak, amit még a marihuána sem okozna. Tehát itt jön az be, hogy még a marihuána az elhúzódhat jó hosszú időre, hetekre, hónapokra, mire a függőség, vagy az, hogy hozzászokik, kialakuljon. Viszont ezeknél a szereknél van olyan, ami egy alkalom után függővé teszi a gyereket, és nem tudja, hogy mi van vele, csak azt, hogy már minden nap akarja, és ez nagyon gyorsan kikészíti. Olyan esetekről hallottunk, hogy 3 hét után már kórházba kellett vinni mérgezéssel, mert nem bírta tovább, volt, amikor ez néhány nap volt, de tényleg sokszor a szülők nem is tudják, hogy minek teszik ki a gyereket az iskola környezetében, mert ezt ugye akárhogy is, de nem csúnya, csukjás bácsik árulják az útszélén, akik nyilvánvalóan drogdílerek lennének, mint ahogy a régi filmekből ezt láttuk. Legtöbb esetben most már ez inkább az osztálytárs, a haver, aki csak javasolja, hogy egy alkalommal úgyse lesz belőle baj, és a drognak a kereskedelme. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy sokkal inkább hasonlít most már a könnyed hálózatépítő módszerekhez, hiszen valaki eladja, utána akarja újra a terméket, utána pedig ő is most már saját készlettel tudja tovább értékesíteni, ő pedig így olcsóbban megkapja. Nagyon durva. Honnan lehet látni azt, hogy valaki már így hozzászokott vagy hat rá? Tehát általában azt mondják, aki drogozik, hogy úgysem érzi, tehát hogy ő tudja kontrollálni ezt. Ahogyne. És ugye a leépülés is olyan, mint az ember, amikor a fogyókúrájával el van késve, mint én, hogy az ember így, nem is tudom, hogy jött rám hirtelen megint vissza 1-2 kiló. Igen, hát a helyzet az, hogy pont azért, mert ezt nagyon sokszor szülők szokták kérdezni, hogy hogyan tudják megismerni, hogyha a gyerek drogozik egyáltalán, hogy hogyan ismeri föl, mik azok a jelek, mik azok a dolgok, amik ráutalnak. Éppen ezért a konferencián külön fogunk erről beszélni, vagy előadáson, ahol tényleg képet kaphatnak, akik eljönnek, hogy mik azok a jelek, honnan lehet felismerni, és ugye itt akárhogy is, de több dolog összhangjáról beszélünk, tehát nem arra kell gyanakodni, hogyha egyszer piros a gyerek szeme, akkor már is drogozik, de vannak olyan különböző jelzők, vannak különböző olyan mutatók, ami sajnos egyértelműen mutatják. Uh-huh. És amikor pedig függőségről beszélünk, akkor
nem nagyon találkozunk olyan esettel, amikor valaki őszintén látja magáról, hogy ő függő. Legtöbbször azt mondják, hogy ó, hát ő nem függő. És ez nem csak gyerekeknél, nem csak fiataloknál, hanem felnőtteknél ugyanúgy. Ő elmondja, hogy természetesen, nyilvánvalóan ő nem függő. Hát ő bármikor le tudná tenni. Az más kérdés, hogy soha nem jön el az a nap, amikor ő azt leteszi. De ettől ő még teljesen bizonyos abban, hogy ez nem függőség. Még akkor is, hogyha elmondja, hogy naponta 3-5 jointot elszív, és mondjuk a legelején havonta egyszer, hogyha szívott. Viszont akárhogy is, de ez kimeríti a függőséget, amikor az ember egyre többet és többet akar, és nem teszi le. Durva. Igen. Tehát sajnos itt tényleg más az, ami a tettekben megjelenik, és más az, ami a szóban elhangzik. Igen, mert ugye nekem, és ugye erről írtam is egy cikket, amit segítettetek publikálni, hogy azt tűnt fel, hogy aki állandóan panaszkodott arról, hogy nem tudja használni azt, amit tőlem tanult a lezárással kapcsolatban, rákérdezésre vagy fülzett, vagy durvább drogokat nyomott, és egyszerűen azért nem tudta használni, mert reakció késése volt ahhoz képest, amikor az ügyfél mondott valamit, és akkor ugye neki csinálnia kellett volna valamit. Tehát, Igen. Hogy feltenni egy záró kérdést a megfelelő helyen, vagy kezelni egy kifogást, amit nem vett észre, és ugye egy csomó ilyen dolog miatt egyszerűen képtelenek voltak. Vagy meg se értette, hogy én mit mondtam. És ez gyakorlatilag az elmúlt 24 évben, most már lassan 25. éve vagyok tréner, egy ilyen nagyon-nagyon megalapozott történet, tehát hogyha valaki nem tudja használni azt, amit tanítok, akkor drogozik. És ugye ebben sajnos az is benne lehet, hogy naponta iszik, nem csak hétvégenként, ami tény, hogy itt már valószínűleg valamilyen marihuanás történet is volt, ugye tehát mostanában nem néztem, de akkor ezek szerint most meg patkány méreg. Változó lehet, hogy kinél, meg kinek nyilván milyenek az anyagi keretei, de... Igen. De még a gyerekeknél is, amikor előadásokat tartunk, akkor akár, tehát most itt nem gimnazistákra kell gondolni, hanem tényleg olyanba belefutottunk, hogy a szülő a 9 éves gyerekét használta drogfutárnak. Mert arra gondolt, hogy a rendőr úgyse gyanakodna rá. És arra használta a harmadikos gyerekét, volt amikor másodikosat, hogy tényleg az ő segítségével szállítsák ki a drogokat. És amikor ezt elmondta nekünk az igazgató, aki ebben az iskolában tanított, akkor elsírta magát és elmondta, hogy nem önmagában amiatt aggódik, hogy ezeknek a gyerekeknek most mi mit fogunk mondani a drogokról is, hanem önmagában attól aggódik, hogy annyira természetessé válik nekik az, hogy drog van a kezükben, ezt viszik ide vagy oda, hogy egyszerűen már nem leszek képesek feldolgozni azt, hogy ezzel bármi baj van, még akkor is, ha a saját szemükkel látják azt. Márpedig sok esetben már tényleg ebbe futunk bele, ahogy te is mondod, hogy sajnos akárhogy is, de ez az értelmi képességet, az adatok megemésztését nehezíti meg. Tehát belefutottunk már olyanba, hogy elmondta nekünk egy gyerek, egy általános iskolás gyerek őszintén, hogy ő hallja másoktól, hogy a marihuána, vagy egyéb olyan drog, tehát most nem is LSD-ről kell beszélni, de ugye károsítják a testet, de a közvetlen környezetéből meg azt mondja, hogy de hát azt mondják neki, hogy ezzel nincsen semmi baj. Viszont amikor a saját szemével megnézi, akkor látja, hogy mennek tönkre a barátai. És az, akivel régebben még jól elbeszélgetett, el tudta neki mondani az érzéseit, a gondolatait, ugyanaz a srác, miután már egy jó pár hónapja benne volt a droghasználatban, egyszerűen már nem volt fogadóképes arra, hogy meghallgassa az őszinte gondolatokat, érzéseket. És tényleg azt érzi, hogy egy barátot vesztett el. És amikor ilyenekkel találkozunk, megdöbbentő, hogy ezek után is kérdéses a gyereknek, hogy most akkor rossz a drog, vagy nem. Mert lát valamit a szemével, de annyiszor hallja azt, hogy nincs ezzel semmi baj, hogy nem tud vele mit kezdeni, nem tudja, hogy akkor most hol az igazság. Annak higgyen, amit lát, vagy annak, amit mások mondanak neki. Nem semmi. Igazából mennyire vannak kitéve a gyerekek a drogoknak? Tehát, hogyha egy szülő azt mondja, hogy az én gyerekem úgyse fog drogozni, akkor itt mi az esélye annak, hogy de mégis? Úgy mondjam, tehát van annak esélye, hogy nem fog, de sajnos, hogyha a magyar átlagot nézzük az iskolákba, akkor az a ritkább, hogy egy iskolában ne legyen egyáltalán jelen valamilyen szintű droghasználat. És itt nyilván ennek sok szintje lehet, egészen onnantól, hogy egy-két gyerek már kipróbálta, odáig, hogy a diákok nagy része eleve függő, mert mind a kettő megvan ebben.
találkoztunk olyannal is, hogy olyan jó közösség van, olyan jó városi összetartás, annyi foglalkozás és program. Például voltunk egy buddhista iskolába, a diákok 95%-a roma származású volt, és ez csak abban nyilvánult meg, hogy annak ellenére, hogy előítéletek voltak velük kapcsolatban, hogy vajon milyen jövőjük lesz, ezek a gyerekek úgy gondolták, hogy akármi van, ő nekik célok kellenek. Ők minden héten, minden nap mentek foglalkozásra, valaki gitárt tanult, van, aki táncolni, van, aki ezt, van, aki azt. És annyira lekötötték magukat, hogy hülye hangzik, de idejük nem volt drogozni. És nagyon sokszor ezt találjuk, hogy akkor valakinek van egy olyan célja, ami felülír bármi mást számára, ez az, ami kivezető út tud lenni, vagy pont az az út, amiről le se tér esetleg. Úgyhogy ez nagyon sokat számít ilyenkor minden egyes alkalommal, meg nyilván az, hogy egy olyan környezetben, egy olyan összetartó közösségben legyen, ahol ő tényleg valaki lehet. Mert ilyenkor bizony belefutunk abba, hogy a szülő azt gondolja, hogy jó, hát neki nagyon jó a kapcsolata a gyerekkel, és ők mindent megbeszélnek. De a valóság sajnos van, hogy nem ez. És ez egy olyan felületes kapcsolat, amit csak a szülő próbál saját maga is, ugye nem néz szembe azzal, hogy valójában mi a helyzet családon belül, és inkább csak reménykedik, hogy tényleg ilyen a helyzet, de közben a gyerek esetleg olyan dolgokat csinál a háta mögött, amit nem is akarna tudni. Miért drogozik valaki? Ez az utolsó, amit még meg akarok kérdezni tőled, hogy ugye az én időmben, tehát én pont akkor hagytam abba az egyetemet, amikor bejöttek a drogok. Mm. Tehát én nem láttam drogot, csak alkoholt. Aha. Általában ugye, amikor ittunk mi, akkor megbeszéltük, hogy a tanárokkal mi a bajunk, a szülőkkel mi a bajunk, meg esetleg egy-két szerelmi ilyen csalódást megbeszéltük. Igen. Ugye ezek problémák. Tehát a drogokra is igaz ez, hogy elhúzom az ablakot majd. Jó. Tehát, hogy a drogokra is igaz ez, hogy ilyen csalódások, problémákat akarnak elfedni? Igen, az a helyzet, hogy akárhogy is, de az ember ugye annak a reményében használja ezeket, hogy valamilyen módon enyhíti a problémáit, vagy olyan dolgokat segít neki megtenni, amit magától nem merne. És tehát tényleg most ez olyan, hogy ha engem most a feleségem elhagyna egyik napról a másikra, és én úgy döntenék, hogy alkoholba folyton bánatom, akkor most mi lenne, a padlóra hánynék, és akkor azt mondja, hogy jaj, szívem, hát nem gondoltam, hogy ilyen szépet tudsz hányni, és akkor visszajönne hozzám, hogy megdicsérne, vagy nem tudom, tehát, hogy így az a helyzet, hogy nagyon sok mindent rá lehet fogni, meg nagyon jó körítés van a különböző drogokhoz. Akárhogy is nagy pénz van benne, tehát PR-osokat, értékesítőket felfogadni azért, hogy ezt dicsérjék, sajnos nekik apró pénz. És éppen ezért van elég érv mellette, annak ellenére, hogy akárhogy is, de amikor valaki drogokat használ, akkor csak elbújik a problémája elől. És sokszor ezt a gyerekek maguktól meglátják, és ezt nagyon érdekes megtapasztalni, hogy olyan iskolákban, ahol már a drogfogyasztás jelen van, sokszor ott veszik észre még a megmaradt józannak mondható diákok, akik még nem keveredtek bele, csak látják a környezetükön, hogy ők már mind mennek keresztül. Uh-huh. Ők szokták a legtisztábban látni, hogy bizony, amikor valaki drogokat használ, akkor lehet, hogy annak a reményében csinálja, hogy a problémáitól elmeneküljön, de akárhogy is ez csak menekülés marad, és soha nem oldódnak meg végül. A céljait pedig elfelejtheti egy idő után. Ez a legdurvább. Igen. No, hát hogyha valaki nem tudott lenni az 5 perces lezárás kétnapos tréningünkön, ami 25-26 vagy 26-27, ezt majd videó aláírom, mert a dátumok azok a telefonomban vannak, akkor június 26-án érdemes elmenni erre az előadásra, különösen, hogyha szülő vagy, és iskolás körű gyereked van, hiszen Budapesten minden második vidéken, minden harmadik már kipróbált drogokat, tehát gyakorlatilag 50-30% esélye van annak, hogy már a te gyereked is, akár tudsz róla, akár nem, és fontos lehet az, hogy hogyan beszélj erről vele, és hogyha a te gyereked nem próbálta ki, akkor viszont az iskolatársa igen, hogy ez az 50%, tehát ez a... Igen. Gergő egyébként megcsinálta a Superpowert is, a szupererő eljárás ugye, méghozzá elég az első 20-30 magyarban benne voltál, ha emlékszem, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott erről is, amire most már nincs időnk, hogy elmondja, de csak röviden, hogy sikerült megmentened egy ember életét a repülőn hazafele. Ez így van,
ez tényleg úgy történt, hogy éppen úton voltunk egy 10 órás repülőútnak a kezdetén, és rögtön a legelején beszóltak a rádióba, a hangos bemondóba, hogy egy orvosra van szükség, és senki nem állt föl. Eltelt 1-2 perc, és senki nem ment oda, hogy segítene. És ezen a ponton úgy voltam vele, hogy akkor, ha valakinek, akkor oda megyek. Tehát, hogyha más nem megy, akkor én oda megyek. És képbe kerültem, ugye. Ugye ez az eljárás azért is nagyon jó, mert nagyon tágítja az embernek azt a képességét, hogy adatokat befogadjon, megfigyeljen, ránézzen dolgokra, valamint a már meglévő adatait, tudását, azt olyan mértékben tudja felhasználni, mint akár előtte soha korábban. És itt ezt nagyon jól tudtam alkalmazni, ugyanis nagyon jól tudtam azonosítani, hogy mi a problémája ennek az úriembernek. A fél arca le volt bénulva, igazság szerint, és nem érzékelt, nem tudott nyelni, és problémái kezdtek lenni a légzésével. És miután beszéltem vele, egy német férfi volt, tehát a stewardess segített egyébként tolmácsolni, és miután képbe kerültem, hogy mi a pontos probléma, utána sikerült neki segíteni azzal, hogy a megfelelő testi dolgok lettek kezelésbe véve, nem mellesleg, tehát itt akárhogy is, de nem a különböző gyógyszereket kellett kezelésül használni, hanem valójában ennél sokkal egyszerűbb megoldások voltak. És azok után pedig, hogy az alapvető testi hiányosságokat, ami itt tápanyaghiány volt, mint nagyon hamar kiderült, kezeltük, utána pedig az érzékelését a testén keresztül sikerült egy assziszt eljárással teljesen helyreállítani, ami segített újra kommunikációba kerülni a különböző arcféltekeinek egymással, és az érzékletei nagyon jól visszaálltak emiatt. Nem semmi. Ugye ez nem azt jelenti, hogy aki elvégzi a szuperpower tud gyógyítani, tehát, hogy mielőtt még bárki erre gondolna. Meg ugye ezt nem is szabad neki, ha nincsen orvosi papírja. Ez így van. De minden egyes helyzetben érdekes lehet az, hogy 57 érzékleted van. És ugye a másik, hogy ezen az előadáson azért egy olyan ember fog beszélni a Gergő személyébe, aki nagyon-nagyon képbe van, mert az érzékelésével az elmúlt időszakban rengeteg adatot gyűjtött. Úgyhogy én az egyik kedvenc ember és barát a német Gergő, úgyhogy én nagyon tudom javasolni. Nagyon sajnálom, hogy pont akkora raktuk be ezt az 5 perces lezárás tréninget, de mivel már 30-an megvették. Szerintem ez azért működik itt ez a tödödödő, hogy mennyire fontos, hogy ott legyél. Szóval már 30-an megvették a 2 napos tréninget, így nem tudjuk átrakni egy nappal, mert lefoglalták ezt a napot ugye a naptárukba. Úgyhogy ahogy itt ez a riasztó is mutatja, hogy baj van, úgyhogy segíts a környezetednek, a gyerekednek azzal, hogy elmész erre a előadás szemináriumra. Az, hogy pontosan hány órától lesz, az még képlékeny, de mivel ez a drogmentesség világnapja, ezért azon a napon lesz, az biztos. Jóváci út 169, és amint tudom, vissza fogok jönni ez a poszthoz, és kijavítom az időt, hogy mikor lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy hajlandó volt erre az interjúra. Hát én köszönöm. Szerintem sokat lehet belőle tanulni, úgyhogy ha valaki meg látja, hogy keverget egy idős hölgy egy kondért, akkor meg... Akkor mi legyen? Akkor adjon neki egy drogmentes füzetet. Fantasztikus, igen. Ne, hogy túl sok paprikát rakjon a lepcsóba, vagy valami. Így van. Oké. Sziasztok. Hello.